Nem diktatúrában élünk. Tehát ez egy demokrácia. Sőt, ami ennél fontosabb, hogy ez egy szabad világ. A demokrácia az csak egy kormányzati forma, meg választás, ennél többre van szükségünk, szabadságra. Tehát ezért szerintem Magyarországon a kötelező oltás a vírus ügyében felnőttek esetében nem járható. El tudok képzelni ilyen helyzetet, hiszen gyerekkorban vannak kötelező oltások, amikor azokat be kell adni. De felnőtt embereknek koronavírus ügyben előírni a kötelező oltást, én szerintem ez Magyarországon nem működik. Elméletileg lehet egy olyan pont, mert a vakcina beszerzésénk most nagyon jó haladnak, amikor több vakcinánk van, mint amennyi ember regisztrált. Onnantól kezdve adhatunk könnyítéseket azoknak, akiknek van oltási vagy fertőzésen átesettséget igazoló védettségi kártyája. Akkor az ő számukra ki lehet nyitni a szállodákat, meg lehet indítani a kulturális életet. Ha az emberek azt látják, hogy bizonyos szolgáltatásokat, a boldog, közösségi élethez szükséges lehetőségeket, azt összekapcsoljuk a védettséggel, akkor, és a védettség igazolásával, akkor szerintem kap egy lökést a regisztráltak száma, akkor többen fogják úgy érezni, hogy érdemes beoltatni magukat. Elegem van, hogy hülyének néznek, elegem van, hogy hülyéket nézek, elegem van, hogy mindenki kussol, elegem van, elegem van, elegem van, hogy hülyének néznek, elegem van, hogy hülyéket